Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Klubrádió stúdió helyett egy irodából, egyelőre még Zoom videó megosztó segítségével rögzítjük a műsort. Itt van velem állandó partnerem Köves Lomó Rabbi, és ezúttal a mai vendégünk, akit szeretettel köszöntök, Feldmayer Péter, a Mazsihisz volt elnöke. Szervusztok! És abban maradtunk, hogy kicsit visszatekintünk az elmúlt 30 évre, hiszen Péternek a szerepvállalása terdöntő volt ebben az időszakban, kezdve már ott, hogy a Mazsike, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületnek is alapító és vezető tagja, sőt elnöke is volt a 2000-es években, 6 éven keresztül, és a Mazsihisznek pedig két alkalommal is, 91-99 és 2005 és 2013 között voltál az elnöke, és ez a 30 év, ami a hátunk mögött van, már volt olyan műsorunk, Somó, most elfelejtettem, kivel beszéltük végig, hogy hogyan alakult a Magyarországon. Azért elég emblematikus személyekkel, tehát vendégünk volt Zoltai Gusztáv, aki azért a Péternek hosszú időn keresztül volt a vezetőtársa a Mazsihiszben, de itt volt a Korányi Laci is, akivel beszélgettünk, a Fritz Zsuzsa, akivel beszélgettünk, tehát volt bőven szerintem. Úgyhogy mondhatom nyugodtan, hogy folyt köv. Péter, hogyan emlékszel vissza, volt-e, az emlékeid között van-e olyan, akár esemény, akár egy rövid korszak, amikre azt tudod mondani, hogy a magyarországi zsidóság helyzete valamiben gyökeresen, jelentősen változott meg? 1988-89-ben néhányan nekiláttunk, hogy hát, ha sikerül átalakítani a magyarországi zsidóság szervezeti rendszerét, és hát ezzel együtt az egész fölfogását a magyarországi zsidóság miben létének, a magyarországi zsidóság vezetésének. Ezek azok a lépések, amelyek alapvetőek voltak, most ugye említetted. A Mazsikét, ennek a megalapítása mindenféleképpen mérföldkőnek tekinthető, 1988. november, de javítsatok ki, ha a dátumokban majd tévedek, ezt követte pedig a akkori magyar izraeliták országos képviseletének az átalakítása. Sikerült elérnünk, hogy létrehozzanak egy 9 tagú bizottságot, amelynek egyetlen feladata volt, hogy kidolgozza a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége alapszabályát és működési módozatait. Természetesen akkor még a név nem volt meg, nem tudom, hogy kell ezt mondani helyesen, de hát én voltam a keresztapja ennek a névnek. A szándékja. Igen, szándékja. Ennek a névnek és ennek a mozaik szónak, és úgy tűnik, hogy a mozaik szót eltaláltuk, hiszen az már egy köznyelvi fogalommá változott. Valamikor decemberben folyt ez a munka, akkor vált komolyá, és egy ponton, mint általában sok zsidó ember, én is oda kerültem, hogy alanya vagy tárgya akarok lenni ennek a történetnek, kicsit tágabban a magyarországi zsidó történelemnek. Ebben alapvető volt az, amikor kitört az első öbölháború, akkor mindenki, aki külföldi volt, eljött Izraelből, 30-an voltunk, 215 ember, aki a háború első napján Izraelbe ment, hogy segítsen megvédeni az országunkat. Hogy mennyit értek velünk, az egy másik kérdés, de ez volt az a fordulópont, amikor oda jutottam, hogy aktívan részt kell vennem valamilyen módon a magyarországi zsidóság vezetésében, és az egész szervezetrendszer átalakításában. Ezt követte 91-ben aztán az a közgyűlés, amely az új alapszabályok alapján
megválasztotta az új vezetői. Hogyan bocsánat, csak annyit a hallgatók kedvéért, hogy ezek szervezetileg is jelentős változást hoztak ezek a hónapok, vagy ez az egy-két év, a magyarországi zsidóság számára fontos volt, de vissza tudsz-e emlékezni arra, hogy milyen volt ennek a nem zsidó visszhangja a civil világban, esetleg a sajtóban, vagy baráti körökben, ismerősi körökben, a beszélgetésekben. Volt-e ennek valamilyen üzenete, foglalkozott-e a közélet ezzel, vagy ez zsidó belügy volt? Ez akkor még szerintem zsidó belügy volt, nem ismerték fel ennek a jelentőségét, pusztán annyit láttak, hogy az addigi vezetés megváltozott, és teljesen új arcok jelentek meg a magyarországi közéletben, de mivel ez minden szervezetre majdnem igaz volt akkor Magyarországon, ennek a jelentőségét csak mi zsidók tudtuk fölfogni. Szimbolikus volt a jelentősége, hogy javaslatomra elfogadták, hogy szakítsunk az izraelita névvel, és helyette a zsidó nevet helyezzük előtérbe. Én elsősorban erre gondoltam, mert ennek a szónak hát sokáig, hogy mondjam, ha nem is tabu volt, de a zsidó szó hallatán többen összerándultak, mások elfordultak, tehát ez mindenképpen, hogy a közbeszédben megjelenik, ennek kellett, hogy legyen valamilyen visszhangja, nem tudom, mire emlékszel először ebben, mikor foglalkoztak. Az előttünk járó nemzedék, akik végérték a holokausztot, azok értetlenül néztek ránk, hogy miért nevezzük magunkat zsidóknak, és ugyanígy a környező társadalom is, olyannyira, hogy amikor az elején valami hivatalos aktus volt, akkor mindig az izraelita jelzőt használták, és sohasem a zsidót. Én egyrészt szeretném itt akkor a műsorban is megköszönni neked, Péter, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én személyesen is nagyon örülök annak, hogy van alkalmunk így beszélgetni, mert ugye mi szerintem közel 20 éve, vagy talán több is, hogy ismerjük egymást, de azért ritkák voltak azok az alkalmak, amikor ilyen visszatekintő baráti beszélgetéseket tudtunk folytatni, úgyhogy most ezt a nagy nyilvánosság előtt fogjuk lefolytatni, és engem borzasztó sok dolog érdekel a te személyes életutatból is, és amikor készültem erre a mai műsorra, akkor megnéztem, hogy hány éves voltál, amikor a Mazsinsznek az elnöke lettél, és ha jól láttam, akkor még nem voltál 40 éves, és azt hiszem, hogy ez azóta is példátlan, hogy a Mazsinszben ilyen magas pozíciót valaki ilyen fiatalon töltsön be, és aztán láttam, hogy igazából te már a rendszerváltozás előtt is aktív voltál a zsidó közösségi életben, a zsidó közösségi vagy közéleti vezetésben a közép-magyarországi, vagy nem tudom, hogy akkor annak ez volt a neve, vagy a nagykörösi zsidó hitközségnek voltál az előjárója 82-től, és ebből a szempontból szerintem különleges vagy abban a sorban, akiket megszólaltattunk az elmúlt 30 évről, mert azok között azért többnyire mind olyanok vannak, akik a rendszerváltozás, én magamat is beleértve, akik a rendszerváltozás környékén ébredtek rá a zsidóságukra, vagy lettek aktívak a közéletben, és én elsőként azt szeretném tehát kérdezni, hogy úgy nagykörösen nevelkedve a 60-as években, 50-es, 60-as években, hogy lesz valakiből 82-ben a hitközség előjárója, egyáltalán milyen volt a hitközségi élet nagykörösen 82-ben, és a következő része a kérdésemnek, hogy aztán, ha jól számolom, 37 évesen Mazsinsz elnökként, a friss Mazsinsz friss elnökeként, és akkor, ha jól hallottuk már magának a fogalomnak a létrehozásában is aktív szerepet volt, mit képzelt az akkor magyar zsidó fiatal vezető, hogy milyennek szerette volna látni, vagy hova szeretett volna eljutni ezzel a szervezettel? Ez egy nagyon sok fenekű kérdés, amit föltettél. Látni kell azt, hogy egyszer megkérdezték tőlem egy ilyen riportba, hogy hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok. És az volt a válaszom, hogy hogyan tudtam azt meg, hogy Peti vagyok. Nem tudtam meg.
nem tudta meg. Én, a családunk egy vallásos család volt, az anyukám abban az időben, és ha még itt volna köztünk, most is így lenne, egy olyan tudású asszony volt, akihez rabik jártak el tanácsért, és a véleménye az irányadó volt. Ő bennünket zsidónak nevelt, apukám is büszke zsidó volt, ő volt a hitközség elnöke, anyámnak pedig a hite az megtörhetetlen volt. Ők nagy körösiek voltak, ők maguk is, vagy a háború után kerültek oda? Az a baj, hogy el fog menni az idő ezekkel a történetekkel, de ezt nem tudom magamba tartani. Azok a vagonok, amelyek egy Allendorf nevű helyre vitték Auschwitzon keresztül a nagykörösi zsidó asszonyokat, ahol rabszolgamunkát végeztek, bombát gyártottak, ugyanoda mentek Miskolcról is a vagonok egy része. És édesanyám a két testvérével, ő is Allendorfban volt, ott találkoztak a nagykörösi asszonyokkal, és képzeljék el a kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy arról beszélgettek ezek az asszonyok, amikor az anyukámmal találkoztak, és a testvéreivel, hogy ez az Edith, ez nagyon jó feleség lesz a Feldmayer Gyurinak, aki nagykörösi ügyvéd. Wow. És eltelt az idő, és jöttek az amerikai csapatok, és felszabadították őket, és amikor hazajöttek, akkor ezek a nagykörösiek megkeresték anyámat, aki diósgyőri volt, és mondták, hogy fog jönni a Feldmayer Gyuri, és apukám oda is ment, és így ismerkedtek meg, és anyukám így került nagykörösre. Wow! Ez nem egy gyakori történet. És akkor ebbe a családba születtél bele, és akkor így a vallás, az így gondolom abszolút része volt a 60-as, 70-es években is az életeteknek. Mióta az eszemet tudom, hát most nektek nem kell mondanom, arról ismerszik meg egy zsidó család, hogy hogyan alakul a naptár. Nem a falra kiírva, hanem hogy mi határozza meg az életritmust. Hát nálunk úgy határozódott meg, mint a többi zsidó családnál, hogy Rosh Hasonó, Jom Kippur, sátoros ünnepek, Hanuka, és nem akarom folytatni, és úgy kezdődött a Rosh Hasonó. És hány ilyen család volt nagykörösen akkor? Nem akarom elvinni a történelemmel a kérdéseket, csak borzasztóan érdekel. Ilyen vallásos család nem volt, de a rokonság, illetőleg a baráti kör, azok tartották az ünnepeket, eljöttek a zsinagógába, legtöbben eljártak a mi házunkba, és ott találkoztak, beszélgettek, barátkoztak, és azok is, akik egyébként nem voltak semmilyen módon törvénytartók vagy törvénytudók, azok is tartották a maguk zsidóságát. Aki kisvárosba él, az tudja, hogy ott az nem ilyen problémát, ha valaki zsidó, azt nem kell titkolni, mert nem lehet titkolni, ott mindenki tudja a másikról, hogy ki kicsoda. Itt is így volt. Szóval akkor csak az izgalmas kérdés vetődik fel családoddal kapcsolatban, hogy ugye nagyon jellemző, és sokat beszéltük ebben a műsorban is arról, hogy a holokauszt után, a holokauszt a soha előtt törvénytisztelő és mélyen vallásos zsidók tagadták meg, vagy hagyták el a hitet, mondanám inkább, hogy hagyták el, abban a megrendülésekben, hogy mi történhetett a népükkel. Nálatok ez ezek szerint fel sem merült anyukában. Föl sem merült benne, soha ezekről a dolgokról nem beszélt, hogy mi történt velük Auschwitzban vagy a deportáláson, kivéve évente egyszer. Mert évente egyszer volt a Mártír megemlékezés a zsinagógában, és akkor ott a helyén arról volt szó, hogy gyászolunk, és gyászoljuk azokat, akiket megöltek. Ő sose feledkezett meg a családjáról, egyébként mindig emlegette anyukáját, apukáját,
és a többieket, akiket megöltek, de ez is pont úgy volt az életünk része, mint ahogy része volt az, hogy elpusztították a szentélyt. Péter, akkor a kérdésem második részére rátérve, ha megengeded, amikor ebbe a családba felcseperedtél, és elkezdtél aktív lenni még a 80-as években a hitközségi életben, majd aztán a Mazsihisz elnöke lettél 37 évesen, mik voltak a terveid, vagy mi hogyan láttad, vagy hogy, mint egy fiatal zsidó vezető, mit szerettél volna látni a zsidó közéletben, vagy a zsidóságban, zsidó közösség életben? Én azt terveztem, és remélem valamennyire sikerült is, hogy a magyarországi zsidóságot átléptessük a modernitásba. Ennek az egyik kerete volt az, hogy létrehozzuk azt a szervezetet, amely vonza a fiatalokat, vonza azokat, akik nem kötődtek a zsidósághoz, bár zsidók voltak. A másik eleme az volt, hogy létre kell hozni egy tiszta kezű zsidó közéletet, ahol világosan el vannak választva a hatáskörök, és a közösség érdekében kell dolgozni. Ennek én abban láttam a garanciáját, most is abban látom, hogy el kell választani egymástól a társadalmi vezetést, akik nem pénzért, hanem meggyőződésből végzik a feladatukat a szakapparátustól. Azt gondolom, hogy amíg én ott voltam, addig ez sikerült. Zoltai úr erről a múltkor ugyanebben a műsorban sokat beszélt. A másik legfontosabb dolog az volt, hogy szakadjunk ki a saját bezárt létünkből, vegyük fel a kapcsolatot Izraellel, Izrael tekintsük az óhazánknak, és ezer szállal alakítsuk ki azt a viszonyrendszert, amelyet sikerült megtennünk. Ezt úgy is lehet mondani, abban az időben úgy mondtuk, és úgy mondták, hogy mi cionisták voltunk, és én továbbra is állítom, hogy azok is vagyunk, mert abban a kérdésben sosem volt vita a vezetőtársaimmal, hogy Izrael léte a világ zsidóságának az alapvető ténye, és soha olyan nagy dolog nem történt a zsidóság történelmében pozitív fordulatként, mióta elpusztult a szentély, mint az, hogy megalakult az önálló zsidó állam. Ezek voltak azok a legfontosabb szempontok, amelyekkel elindultunk, és emellett még sajnos bejött, bár nem mi akartuk, az antiszemitizmus elleni küzdelem. Én pont erre akartam, nem akarom eluralni most a Péter elől már a... Elég összetett kérdés csoport volt, amit feltettél, beszéljétek végig szerintem. De hogy ugye erre akartam még egy kicsit kitérni, pontosabban erre a kettőre, az egyik az, hogy föltűnt már a beszélgetés elején, ahogy mondtad, hogy kimentél többet magaddal az öbölháború idején Izraelbe segíteni az országunkba, és ezt akartam megkérdezni, hogy ez a számomra olyan rokonszembes megnevezés és hozzáállás, az mennyiben tudott a mazsihiszben érvényesülni, és a másik pedig az, hogy nyilván az antiszemitizmus elleni küzdelemről sokat lehetne beszélni, de tudsz-e egy pár szót mondani, hogy mik voltak azok az emblematikus pillanatok mondjuk a 90-es évek elején, amikor először vettétek észre, vagy láttátok, hogy ebben aktivizálódni kell, és mi volt az, amit csináltatok? Az első kérdésre a válasz az, hogy nem titok, hogy ezt a szervezetet a Zoltai úrral együtt vezettük. Nagyon sok kérdésben nyilván vita volt közöttünk, egyben sohasem. Ez pedig az Izraellel való kapcsolat, az, hogy ez minden szinten primátus kell, hogy élvezzen. Az antiszemitizmus
jelenségét természetesen ismertük. Ismertük a jobboldali antiszemitizmusét, hisz az előttünk lévő korosztály ezt az antiszemitizmus tapasztalta, megtanulta azt, hogy ez nem marad meg a szavaknál, hanem előbb-utóbb eljut az erőszakig, akár odáig, hogy megpróbálják elpusztítani a magyarországi zsidóságot. Ez előttünk világos volt. Én egy másik tapasztalattal jöttem, amit az Olkai úr és az ő nemzedéke nem igazán ismert, a baloldali antiszemitizmust. Én megszenvedtem gimnazista koromban, egyetemista koromban, katonakoromban, hogy milyen az, amikor kommunista alapon üldözik a zsidó embereket, a zsidóságot. Ne felejtsétek el, hogy ez 67 után volt, abban az időben még Szovjetunióban akasztottak zsidókat azért, mert cionisták voltak, tehát ezek alapvető nézetek voltak bennem. Azt gondoltam, és azt gondoltuk sokan, hogy a rendszerváltástól majd megváltozik a világ, és ezek a dolgok eltűnnek. Eltűnik a magyar társadalom megosztottsága, finoman ezt úgy mondták, hogy urbánusok meg népiesek, ez valójában azt jelentette, hogy zsidók meg antiszemiták, de hát ezt nem volt helyes mondani. Az első meglepetés, és innen kezdődik, amikor fel kellett lépnünk a hazai antiszemitizmussal szemben, mint szervezetnek, a Csurkaféle dolgozat volt, a Csurkaféle fellépés volt, amikor egy audenciát kellett kérnünk a miniszterelnöktől, idős Antal Józseftől, és vele kellett tisztáznunk, hogy hogy működhet az, hogy a kormányzó párt egyik legbefolyásosabb embere az nyilvánvalóan antiszemita, zsidó ellenes nézeteket val. Ezt a pontot én most megragadnám, ha megengeditek, mert ugye eltelt az első fele a műsornak, és hamarosan fél kettőkor a híreket meghallgatjuk, hogy a beszélgetés második részében erre visszatérjek. Rettenetesen kíváncsi vagyok, Péter, arra, hogy ezen a találkozón Antal József miniszterelnökkel mi hangzott el kölcsönösen egymásnak, ki mit mondott, és aztán abban folytathatnánk, ami megint csak egy nagyon érdekes, én most rettenetesen meglepve hallom azt a baloldali antiszemitizmus jelenség sorozatot, amit felsoroltál, immár a 60-as évektől kezdődően, mert mi ebben a műsorban már több alkalommal elemeztük azt az új jelenséget, hogy a nyugat-európai demokráciákban is a baloldalon felütette a fejét az antiszemitizmus, úgyhogy erre akkor visszatérnénk. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Ismét köszöntöm a hallgatókat, így a hírek előtt Feldmayer Péterrel, a Mazsihisz egykori elnökével és Köves Lomóval beszélgettünk az elmúlt 30 évről, de visszább is nyúltál már, Péter, hiszen kicsit a családok történetével is megismerkedtünk, és ott tartottunk közvetlenül a hírek előtt, mondtam, hogy ez nagyon érdekelne, hogy amikor a rendszerváltás után 90-es évek elején felbukkant a Csurkaféle vad és durva antiszemitizmus, ami korábban ugye a úgynevezett népiek égisze alatt volt rejtve, akkor audenciát kértetek többen zsidó vezetők Antal József miniszterelnöktől. Mit mondott ő erről nektek, és miben maradtatok akkor? Először is megmutatta a szemléletét a miniszterelnök úrnak, akit én egyébként nagyon tiszteltem és tisztelek most is, hogy ő hogy gondolkodik a magyarországi zsidóságról, ugyanis meghívta a megbeszélésre az izraeli nagykövetet. Azt gondolom, ennek a szimbolikáját nem kell továbbiakban részletesen fejtegetnem. És a megbeszélés nekem nagyon tanúságos volt, fiatal ember voltam még akkor, a miniszterelnök úr pedig egy idősebb, nagy tudású úr, aki elmondta a nézeteit arról, amit mi kérdeztünk,
és röviden, mint egy 30 percben ismertette azt, hogy szerinte hogyan kellene a zsidó közösséget vezetni, és hogyan kellene a zsidó közösségnek cselekedni. Kaptunk tehát egy tanári kioktatást arról, hogy hogyan kellene helyesen cselekednünk. Ez elég érdekes, hogy... Akkor jól értem, itt a szerepek megfordultak. Ti azért mentetek, hogy hát panaszt emeljetek, vagy följártok a figyelmét a saját pártján belüli, akkor még saját pártján belüli csurkának a viselkedésére, és erről elmondta, hogy nektek mit kéne, hogyan kéne helyesen viselkedni? Hogyan kéne helyesen a zsidó közösséget vezetni? Persze ő meghallgatott bennünket megfelelő respektussal, akit ő nagyon tisztelt, és nagyon nagyra tartotta, a svájci professzor úr volt, és ő olyan stílusba is tudott beszélni a miniszterelnök úrral, amelyet ő is láthatóan sokkal elfogadhatóbbnak tartott, mint azt a stílust, amelyet mondjuk én használtam. Akkor bocsánat, te radikálisabb voltál, svájci professzor úr pedig nagyon diplomatikus, mondhatjuk így? Nem. Nem? Svájci professzor úr egy másik nyelvezetet használt, méltóztassék miniszterelnök úr figyelembe venni, de ő pont olyan kemény volt, vagy még keményebb volt, mint én. Uh-huh. Mit válaszolt Antal arra konkrétan, hogy a saját pártján belül üti fel a fejét ez a durva antiszemitizmus? Mit akar vele csinálni? Mit mondott erről valami? Ő azt mondta, hogy ebben a kérdésben ő tovább fog lépni, egyébként által szavát, mert ha visszaemlékeznek a hallgatók, ha akkor már éltek, akkor emlékeznek rá, hogy egy erős szakadás történt abban az időben, illetőleg politikában ugye nem azonnal lehet cselekedni, de végül is a csurkát a döntési centrumból kiszorították. Igen. Nyilvánvalóan nagyon nehéz dolga volt, hiszen a választóinak egy része nagyon lelkesen fogadta a csurka féle fellépést. Igen, de azért más is hozzájárult ehhez, ne felejtsük el, hogy mekkora tüntetés volt a Kossuth téren a csurka ellen. Talán soha azóta se volt akkora tömeg. Akkor még a civil társadalom erre sokkal érzékenyebben ugrott rá, én legalábbis így emlékszem. Mondja, Slova. Hát tulajdonképpen ehhez akartam csatlakozni, és én kérdeztem volna, hogy most így akkor erről is beszéljünk egy szót, hogy 30 év távlatából hogy látod azt, hogy az antiszemitizmus mennyire érezhető, mennyiben más a fogadtatása, mennyiben más a többségi társadalom részéről a fogadtatása, a zsidó közösség részéről a fogadtatása? A zsidó közösség 30 évvel ezelőtt leginkább azt a nézetet követte, hogy maradjunk csöndben. Mondanak valamit, hát mondanak valamit, de nem kell ezt fölfújni, nem kell hangosan tiltakozni ellene. Nekem és a társaimnak az volt a véleményünk, hogy ha mondanak valamit, arra válaszolni kell, nem szabad magunkat hagyni. Ezt meg is tettük, utólag visszatekintve néha bevittek bennünket az erdőbe ilyen ügyekben, amikor nem kellett volna mondjuk föllépnünk, de összességében jó irányt követtünk, és az a munka, amit elkezdtünk a 90-es években, és folytattuk a 2000-es években, meg folytattuk ebben az évtizedben, az oda vezetett, hogy legalább a törvényi keretek, amiket már 1990-ben követeltem, azok a törvényi keretek fönnállnak. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire érvényesül. Látni kell, hogy a büntetőjog az mindig egy ultima ratio, a végső eszköz, amely meghúzza a tevékenység határát. Nem volt ilyen a büntető törvénykönyvben, most pedig benne van, és mindenki tudhatja, hogy az antiszemitizmus
a zsidó gyűlölet az bűn. Ez egy nagyon fontos kategória, még akkor is mondom, ha nem tartják be. És Péter, akkor összességében azt mondod, hogy most jobb a helyzet? Vagy csak úgy érted, hogy jobb a jogi helyzet? Vagy jobb, hogy értékelni? Ha össze lehet hasonlítani a 1990-es évek elejét, és most 2020-at. Magyarországon jobb a helyzet. Magyarországon mindenki előtt nyilvánvalóvá tették, tette a parlament, tette a kormányzat, hogy antiszemitizmusnak nincs helye Magyarországon, vagy ha valaki ilyet tesz, az a joggal szemben cselekszik. Ne haragudjatok, én civilként ügyvéd vagyok, jogász vagyok, és én hiszek abban, hogy az emberek azok követik a jogot, és általában követni is szokták, és ha azt látják, hogy egy ilyen magatartás jogellenes, akkor igyekeznek elkerülni. De mi a véleményed, Péter, arról, hogy másképpen artikulálódik sokszor az antiszemitizmus, ugye amióta a törvény valóban ugye bünteti az ilyesmi, azóta megjelent ismét a kódolt beszéd, amit nem lehet büntetni. A kódolt beszéd pedig sokszor még jobban métejez, mint a nyílt antiszemitizmus. Én ugye arra gondolok, hogy nem felejtem el, Csurkájék hívei több ezren vonultak itt a városban, jobbra-balra mentek a Pródi Sándor utcai épület elé, a rádió épület elé, bocskos zsidók felkiáltásokkal, és erre a Karta szervezett egy olyan hihetetlen méretű civil tüntetést, hogy elhallgattak félelmükben. Ma ez már nem ismétlődne meg. Ilyen nagy tüntetés, ilyen nagy civil felháborodás, nem váltanak ki a dolog. Tehát valami mégis változott szerinted, micsoda? Más a világ. A 80-as évek végén, 90-es évek elején azt hitte Magyarországon a túlnyomó többség, hogy meg fognak változni a dolgok, hogyha sok ember ugyanazt hangosan mondja és akarja. Hát kiderült, hogy nem egészen így. Nem így van, igen. Hadd térjek egy másik témára, ami nem kevésbé érzékeny, mielőtt aztán a legérzékenyebb témára, a zsidó közéletre, azért szerintem nem tehetjük meg már csak ebben a párosításban, hogy egy kicsit ne beszéljünk. De előtte még egy szót a holokauszt emlékéről, és itt tulajdonképpen kettős vagy hármas a kérdésem. Az egyik az, hogy gyakran halljuk azt, hogy az elmúlt 10 évben a Horthy korszaknak a restaurációjának egy próbálkozása történik, és én ilyenkor mindig elgondolkodom azon, amikor én még gyerek voltam, és ezért kevés személyes emlékem van róla, hogy 93 vagy 94-ben, amikor Horthy Miklós újratemetése volt, akkor gyakorlatilag a fél Antal kormány kiment a temetésen részt venni, és én azt szerettem volna tőled megkérdezni, és már régen bennem volt ez a kérdés, hogy ti akkor ezt hogyan fogadtátok, úgy éreztétek-e, hogy ez probléma, fölléptetek-e ez ellen, hogy látod ezt a helyzetet ma, hogyan látod a kapcsolatát a mai közéletnek a 20-as, 30-as évek emlékezetéhez, ez változott-e, milyen irányba változott? Mélységes fölháborodással fogadtuk, és egy elég nagy létszámú, hát persze zsidó körökben nagy létszámú, pár ezer, vagy két, mondjuk 2000 ember a párt szó szerint értve volt, amikor másnap temették a Horthy Miklós, vagy újra temették a Horthy Miklós Kenderesen, alapvetően föl voltunk ezen háborodva, és most is föl vagyok háborodva, hogy kormánytisztviselők részt vettek ezen az újratemetésen. Horthy ugyanis bármit is tett a 20-as, 30-as években, a politikusként nyilván tett rosszat, nyilván tett jót, bár kevésen jót tudnék most fölidézni a tanulmányaimból, de tömeggyilkos. Felelős azért, hogy Magyarországon meggyilkolták, Magyarországról elvitték és meggyilkolták a magyarországi zsidókat. Ez 600 ezer ember vére szárad a lelkért. Erről nincs mit beszélni. Egy ilyen ember nem érdemel tiszteletet, még akkor is, hogyha mondom, állítólag sokat tett Magyarországért. Megint mondom, én jogász vagyok, és én tudom,
hogy van olyan, hogy valaki leél becsületesen 60 évet, és egyetlen egy óra alatt az egészet tönkre teszi, mert mérgében valakit fejbe vág egy baltával. Uh-huh. Ez azonban nem jelenthet mentséget, gyilkos. Ez az ember, akit említettem példaként, egy ember tölt meg, Horthy pedig 600 ezer. Volt valami visszhangja zsidókörökben, a mazsíz köreiben, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Horthyt egy nagy államférfinak nevezte nagy nyilvánosság előtt, azért egy miniszterelnök szava az ugye nagyon sokat nyom a latba azok számára, akik Horthyt vagy titokban, vagy nem titokban éltették. De szerintem, Péter, nem is, én nem is így kérdezném, mert jó magam is akkor maximálisan ezt visszautasítottam, és maximálisan egyetértek azzal, amit a Péter kérdezett, hanem szerintem inkább az a kérdés, hogy bár természetesen a te kérdésed is kérdés, hanem az, hogy ez szerinted, Péter, az elmúlt 30 évben változott a közéletben valamilyen irányba a Horthy és a Horthy rendszer megítélése? Szerintem igen. Egyre többen hiszik azt el, hogy Horthynak voltak olyan pozitív vonásai, amelyek feledhetik, hogy tömeggyilkos volt. Ez egyszerű nézetbeli különbség. Aki tömeggyilkos, az akármilyen jó ember volt előtte, az nullifikálódik. Arra nem lehet hivatkozni. Én egyetértek azzal, hogy Horthy Miklós egy nagy, komoly államférfi volt. Ez igaz, akiből tömeggyilkos le. Hát ez van. Értem. Akkor én is erre válaszoltál erre a dologra. Igen. Szerintem, jó, csak az idő múlása miatt mondtad, Slomo, hogy áttérnél egy picit a mai magyar zsidó kérdések, közéleti kérdésekkel. Nem is a maira annyira, hanem ugye amikor az EMIH megalakult, akkor Péter volt a mazsíz elnöke, és én igazából két olyan dologra, és most nem annyira, mint volt mazsíz elnök, vagy nem mint volt mazsíz elnök, hanem mint volt mazsíz elnök kérdezem, és nem csak az EMIH kapcsán, itt két olyan kezdeményezés volt, amivel kapcsolatban a mazsíz vezetőjeként, vagy maga a mazsíz érthető módon tulajdonképpen egy a zsidó közéletben egy vita, nevezzük így, egy vita alakult ki, és az egyik az az EMIH-nek a megalakulása, a másiknak meg a másik pedig az a kezdeményezés, a zsidóság nemzeti kisebbségként. Nemzetiségi legyen, vagy nem. Legyen bejegyezve, és mind a kettőről kérdeznék, hogy így visszatekintve mire emlékszel ezekből, vagy hogyan láttad, hogyan láttátok akkor, hogyan látod ezt most. És itt az EMIH-en túl így a nemzeti kisebbség kapcsán már azért is nagyon adódik a kérdés, mert ugye azt mondod, hogy cionisták voltatok, és vagytok. Az EMIH kapcsán meg egyszer nem tehetem meg, hogy az EMIH vezetőként most hiába rádióműsor részvevő vagyok, de azért nem hiszem, hogy megtehetem, hogy ne kérdezzem meg, hogy hogyan emlékszel erre vissza, és hogyan gondolkozz erről ma. Hát erre jól emlékszem vissza, veled ellentétben. Mert én nem voltam a mazsíz elnöke, amikor az EMIH megalakult. Hoppá. Mert én azt mondom... Egy évvel később lettél, ez igaz, vagy nem? Én azt mondom, hogy ha akkor élettem volna a mazsíz elnöke, bár ugye a történelemben, ha az nem létezik, akkor az EMIH nem alakul meg, hanem sikerült volna egy olyan kompromisszumot kitalálni, amely nem törte volna meg a magyarországi zsidóság egységét. Akkor, amikor nem EMIH, hanem mondjuk így a Lubavitch mozgalom, a Chabad kérte a fölvételét a budapesti zsidó hitközségbe, akkor... Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez tulajdonképpen a mazsihisznek a legnagyobb tagszervezete, csak hogy... Hát az azt jelentette, hogy akkor utána már a mazsihisznek is tagja lesz, akkor nem voltam mazsihisz elnök, és elkövették azt a szűkeblű és történelmi hibát, hogy nem vették föl a Chabadot. Ennek mi lehetett az oka szerinted? Ugye beszélünk 98-99-ről, ha jól emlékszem. Igen, ez egy igen egyszerű gyűlölködés és kenyérféltés volt az oka, én ezt akkor úgy elemeztem ki, ez egy történelmi hiba volt.
én akkor is azt mondtam, még most is ezt mondom, amit a Venetián Lajos mondott 1902 körül a Dél-Dunántúli rabi gyűlésen, ugye emlékeztek rá, vagy emlékeznek a hallgatók, akkor a neológia volt a föltörekvő csillag, az ortodoxok meg mindinkább kiszorultak a magyar zsidó közéletből, és meglepő módon Venetián azt mondta, hogy mindent föl kell adni a neológiának, bármit kérnek az ortodoxok, mindent el kell fogadni, ha ez azt jelenti, hogy létrejön az egységes magyar zsidó képviselet. Ugyanis én azt hiszem, és azt hittem az elmúlt 30-35 évben, hogy csak úgy lehet igazából képviselni egyértelműen a magyarországi zsidóságot, ha van egy egységes képviseleti rendszere. Ez a hajó elment, de én hiszek abban... Elment szerintem még leg? Nem, én hiszek abban, hogyha nem történik valami alapvetően demográfiai változás, magyarán nem hagyja el Magyarországot a zsidóság, akkor előbb-utóbb jön egy bölcsebb nemzedék, akik meg fogják kötni a saját kompromisszumaikat. Kérdezem meg ebben kapcsolatban én is, hogy a szembenállás az akkor még nagyon újnak számító Lubavitchi, Habad Lubavitchi zsidó közösséggel. Az történelmi gyökerű abból a szempontból, hogy a neológ zsidóság úgy érezte, hogy ő megkötötte a kompromisszumát akár a rendszerrel, akár a társadalommal azzal, hogy zsidóságát nyilvánosan kevésbé képviseli, jobban integrálódik, és tartotta a Lubavitch nyílt, nagyon-nagyon transzparens zsidó mi voltától, és ez a félelem mozgatta, vagy pedig az irigység? Én nem hiszek ilyen magasztos eszmékben. Én szerintem a legfőbb mozgatórugó az volt, hogy akkor a Habadot fölveszik a budapesti zsidó hitközségbe, akkor a meglévő, mondjuk így, kenyeret, azt nem 16 fele, hanem 17 fele kellett volna szeretni. Tehát az állami támogatásnak a megosztása változott volna, és ez vezette, hát, akkori vezetés. Az egy tévedés, hogy állami támogatás nem. Abban az időben nem volt akkora összegről még szó, mint manapság egyrészt, másrészt pedig a budapesti zsidó hitközségnek köszönhetően azoknak az embereknek, akik a vagyonukat ráhagyták a hitközségre, alapítványokat tettek, stb. Igen komoly bevétele volt, és van igen komoly bevétele ma is. Ezekből tartottuk föl magunkat, az Oltai úr az igen ügyesen sáfárgodott a ránk bízott vagyonnal. Én nem tudom, még hány percünk van, Péter? Pontosan hat. Nem, öt. Akkor én két kérdést is föltenni, csak azért, hogy Péter, már Feldmayer Péter tudjál gazdálkodni, sáfárkodni az idővel, hogy ezt a kifejezést átvegyem tőlem. Az egyik az, hogy azért, ha még egy percben röviden a nemzeti kisebbség kérdésére azért visszatérnél, és a másik pedig, hogy talán ez egy ilyen szép befejezés is lenne, mint nem tudom, hogy neked van-e még ambíciót, hogy valaha mazsisz elnök legyél, és ezt azért kérdezem, mert ha van, akkor lehet, hogy ez nem egy adekvált kérdés, amit föl fogok tenni. Ha nincs, akkor mindenképp kérlek, hogy adjál nekem egy választ. Hogyha én tanácsot kérnék tőled, hogy én, mint EMIH vezetője, mit kéne tegyek annak érdekében, hogy ez amúgy számomra is áhított egységesebb lét, ez létrejöjjön, akkor mit javasolnál nekem? Tanácsom. Tehát a nemzetiségi kérdés az megint lenne egy hosszú beszélgetés tárgya. Azt kellett tapasztalnom, hogy bár én ebben egy jóval radikálisabb álláspontot foglaltam el elméleti megfontolásból, azt kellett tapasztalnom, hogy a magyarországi zsidóság 99,9%-a nem tekinti magát nemzetiségi zsidónak. Magyar zsidónak tekinti magát, a magyar szót azt nem tudjuk, hogy kell értelmezni, mit jelent, meg a zsidó szót sem tudjuk értelmezni, mit jelent, és különösen nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy magyar zsidó, de ezek az emberek, én magam is egyébként úgy érzem, hogy én magyar zsidó vagyok,
és ez egy külön fajta egyed meghatározás. A másik, hogy mit tegyél, azt, amit Venetián elmondott annak idején, megint visszautalok, kompromisszumot keresni. Mindenben kompromisszumot keresni. Ha a másik oldalon nagyon erős elutasítás van, akkor egy másik utat megpróbálni. Újra és újra el kell kezdeni, ezt végigcsináltam közel 30 évig a mazsihiszben, a mazsikében, egyéb zsidó szervezetekben. Soha nem szabad leállni, és mindig bízni kell abban, hogy ha nem vagyunk elég bölcsek, akkor majd a jó teremtő ad még egy kis bölcsességet, nem csak nekünk, hanem a másik oldalon lévőknek is, hogy felismerjék, hogy az alapkérdés az, hogy vannak zsidó ügyek, hogy ezt lefordítsam anyagiakra, ha valaki bármelyik zsidó ügyre ad egy forintot, azzal a zsidóság gazdagodik, és nem azon kell gondolkodnunk, hogy a másiktól hogy vegyünk el fél forintot, hanem azon kell gondolkodnunk, hogy hogy szerezzünk még egy forintot, hogy másfél forintunk legyen, de most elrontottam a matematikát közben. Nem baj, azért Vígszónak ez is nagyon pompás volt. Én nagyon szépen köszönöm Feldmayer Péternek, hogy itt volt velünk, Köves Lomónak is a kérdéseivel. Arra különben nem válaszolt olyan diplomatikusan, hogy még ambicionálja, hogy egyszer mazsihisz elnök legyen. Na akkor adjuk meg a rövid válasz lehetőséget. A rövid válasz lehetősége az, hogy én abba hiszek, talán kiderült, amiben a Köves Lomó, hogy az utunkat azért bizonyos fokig a jó teremtő kormányozza, úgyhogy bízunk abban, hogy megmutatja, hogy mi a helyes út. Köszönöm a beszélgetést, Feldmayer Péternek és Köves Lomónak, köszönöm a hallgatók figyelmét, egy hét múlva újra jelentkezünk, minden jót. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.